Na jó, srácok, folytassuk, csapassuk ezt a csodás DS2-t. Legutóbb, aki esetleg lemaradt volna a történésekről, hogy mi az, ami így történt velünk. Az a helyzet, hogy hát az undead kriptát néztük át rendesen, és hát ott harcoltunk egy igen jó bosszal, aminek a nevét mindjárt megpuskázom magamnak. Mindjárt megtudakolom, hogy őt hogy is hívták. Illetve volt azt követően egy sárkányunk, és a sárkány picit gyengusz volt, de ő is meghalt. 135-ös szinti vagyok jelenleg a játékba, 40 és fél órán van ebbe a karakterbe. Az a helyzet, hogy ezt a játékot ennyi idő alatt már ki is lehetett volna maxolni, hogyha speedrunolnám, de hát én ilyen e-hunteres tempóba haladok. A következő terület, ahol nyomni fogjuk, az, ha minden igaz... Ó, amúgy valószínűleg hülyeséget mondtam, mert hogy voltunk... tehát, hogy nem csak kettő boss töltünk, hanem hármat is. De mindjárt puskázom, hogy pontosan kik azok. DS2, bosses... Ha valaki esetleg egyébként gyorsabb nálam, nyugodtan leírhatja. Na. Vestaddal harcoltunk az Undead kriptába. Messze van még a final boss? Hát... ez egy nagyon jó kérdés. Még vannak hátra bossok. Azt is mindjárt megmondom, hogy mennyi. Szia, Jedi! Sziasztok, skacok! Üdv mindenkinek! Szóval, hogy... az Undead kriptába megöltük Vestadot, ami egy rohadt jó boss volt szerintem. És azt követően a következő teremben már Vendrick volt ott, aki nem akart minket megtámadni. Hát én úgy voltam vele, valaki ott járkál, meg kell egy kicsit simogatnom. Megsimogattam, aztán bedühödött, és hát inasba rakott. Elég csúnyán inasba rakott, mindezt úgy, hogy én 46-okat sebeztem rá. És elég sok HP-ja van. A 90.000 HP-ja van, és 46-okat sebeztem rá, szóval eltartott volna egy kis ideig az a fight. Úgyhogy kimentettük mögőle a király gyűrűjét, aminek köszönhetően már kinyílnak azok a bizonyos jelölt ajtók. Fa van az ilyen nagy ajtókon, és hogyha rajta van a király gyűrűje, akkor nyílik a pecsét, enged az ajtó, és át tudunk menni ezeken a bizonyos helyeken. És így kerültem egyébként az Aldiaz Keep nevezetű területre, ahol találkoztam Lukács Tellérrel, Lukatellivel, meg találkoztam a Guardian Dragonnal is, meg hát egy csomó kalitkába zárt ellenséggel. Az egy nagyon érdekes terület, az Aldiaz Keep, főleg a vége, ahol a sárkány van, arrafele. Az a rész, amit még így jobban át kéne néznem, hogy úgy minden meglegyen arról a területről. És hát most megyünk tovább a Dragon Shrine fele. Ott már találkoztunk egyébként a mazsolába ülő mazsolás bonfire mellett ülő nénivel. Viszont ott hagytuk abba, legutóbb. Úgyhogy jelenleg itt tartunk, srácok, a játékba. Ez történt az előző streamben. És hát a mai streamben, ha minden igaz, akkor még megölhetünk az alapjátékból 1, 2, 3, 4, 5 bosst. De nem tudom, hogy a DLC-s bosszok hogyan kapcsolódnak az end bosshoz. Úgyhogy ebben majd úgyis a segítségemre lesztek, hogy mi az, amit lehet ölni, mi az, amit nem lehet ölni, hogyha ilyen, hogy is mondjam, optimális végigjátszást szeretnék, legalábbis abból a szempontból, hogy mindenkit is meg tudjunk ölni, minden bosst meg tudjunk ölni.
Például még nem öltük meg a... azt a káoszos bosst. A Dark Lurkert, mert még két terület van, amit így le kéne csekkolnom, hogy a titkos boss is felfedje magát. Most hallgattam vissza a tegnapi podcastet, mert nem voltam végig, és említetted, hogy te programoztál régebben, mert én is programozó vagyok, el tudod röviden mesélni, hogy mikor és mit tanultál programozni pontosan? Hát ez úgy kezdődött egyébként, hogy én nagyon-nagyon szerettem a gépekkel foglalkozni a teleházból kifolyólag, segíteni apumnak, meg ilyenek. És nagyon érdekeltek a gépek, és amikor beszippantott a WoW, én is tört WoW szerveren játszottam először. Hát szégyen, nem szégyen. Így alakult, de nem bánom, hogy így alakult, mert hogyha nem így alakult volna, akkor nem tartanék így, nem így alakult volna az életem. Szóval tört szerveren játszottam, aztán idővel ott úgymond hozzá tettem a scriptekhez, meg ilyenek. És végül egy osztálytársam szervezetben ilyen abba a startupos melóba. És programozni úgy tanultam, hogy otthon. Tehát, hogy így jártam egyetemre, de az egyetemi programozós, tehát mérnök infóra, és az első programozás óra, mármint hogy az első szemeszteres programozás, az semmi újat nem mutatott nekem, tehát hogy full unalmas volt. Úgyhogy, hát így el is ment tőle a kedvem. Szia, Spimi, szevasztok, srácok. Azon a gyalog, hogy ezt a Secret Boss-t ezt így meg kéne néznünk. Szerintem amúgy ez jó ötlet. Na. A Secret Boss-hoz el kéne mennem a Shaded Woods-os területre. Oda fogunk menni. Óbudaira jártam egyébként. Shaded Woods. És azt hiszem ez kell. És voltak egyébként programozós streamek is. Korábban. Kérdezzetek nyugodtan, szabas facok. Ó, biztos egyébként, hogy most meghalunk. Biztos egyébként, hogy meghalunk, skacok, mert hogy nagyon... Nagyon régen játszottam. Meg azelőtt is csak egyszer volt stream. Úgyhogy nagyon nem vagyok képben. Fel kéne vennem a ritmusát a játéknak. Igen, Jónás, ki van kapcsolva az új operátor, mert hogy csalni lehet vele. Bugolni, csalni, és ezért kikapcsolták. Szia, Baki. Mi a helyzet? Oda kéne beugranunk. Sőt, az oda beugrás az így nem is jó, mert hogy nem oda kéne beugranunk, hanem le kéne ugrani valahol. Szóval most így hirtelen nincs meg az, hogy hol kéne leugrani. Aha. Oda kéne hozzá mennem. Obudaira jársz te is? Nice. Na.
ebben az a szivatós srácok, hogy így... Na hát amúgy tudod mit? Nem kell nekem feltétlen veled harcolnom. Nyaralgatások, nice, Mr. Medve. Na mi van, nem mersz ide jönni, mi? Szóval ez a Covenantomhoz tartozó terület, azért jöttünk ide. Saints Rosal, nice! Jó szórakozást hozzá, Jónás. Szóval ja, meguntam az egyetemet, bár az a helyzet, hogy más hozzáállás kellett volna az egyetemhez. Más hozzáállás kellett volna az egyetemhez. Úgy néz ki, hogy nem ide kell jönnünk. Nem ide kell jönnünk, hogyha... Vagy lehet, hogy ide a végén kell jönnünk. Minden frankó, Baki van. Na, hát ezt jó hallani, Baki. Amit néztünk, az a Drangeric Castle-ös, és amit meg kéne még néznünk, az a Black Gulcsos. Nos, a Black Gulcsos az egy nagyon szivatós terület, de megnézzük, srácok. Ez nagyon szivatós lesz, ez nagyon-nagyon szivatós lesz, sőt, nem is biztos, hogy ehhez a bonfire-hoz kéne mennem. Nem a Hidden Chamberhez. Áj, nem vagyok olyan jó programozó, főleg, hogy már jó ideje nem művelem. Hát valahova oda kéne leugranunk. Ottól van egy írás. Hát végül is így is jó, bár szerintem nem ide kell jönni. Ez lesz az? Nem, hát ez nem az. Ez nem az, srácok. Az sokkal feljebb. Az sokkal feljebb van. Dark Spirit Steam Controller. Dark Spirit Steam Controller. Jó a név, jó a név. Srácok. Ez nagyon izgalmas. Ezért például ezért is lenne jó offline-ba játszani. Már hogy ilyenkor most nem tudok semmit se csinálni. Itt van. Hello. Steam Controller, hello. Az igen, oké.
Szia! Ó, sejtbe nyomott! Na, hát legalább már nem vagyok humánus formában. Nem szeretem, nem kedvelem az ilyen PvP-zést, mert hogy így... Nem tudom. Nem vagyok azon egy PvP-s. Szóval abba bíztam, hogy majd megunja. Majd elmegy, de hát nem akart egyiket sem. De kéne lemenni? Ez az? Jaj. Aha, ez az. Húsz kienetet. Igen, ezt ki kéne nyitni. Ez hogy nyílik, srácok? Hogy lehet ide belépni? Mert elvileg ide kéne jönnöm. De az egynek a remasterjét nyomod? Én is azt csapattam, azt játszottam végig még 2019 vége felé. Na jó, rákeresünk amúgy. Mert hogy most ide kéne jönnöm, itt kéne bemennem. És legutóbb ez nekem így kinyílt. De hogy én így be vagyok lépve a Covenantba. Tehát hogy effigy-t kell áldozni ahhoz, hogy kinyíljon. Ha jól értem. Igen. Nos. Oké, és tehát akkor igazából bárhol be tudtam volna menni, csak Effigy-t kellett volna áldoznom. Oké, és... Good luck, köszi. Itt ilyen halálok vannak. De nagy a... Ez éjjel. Nem tudom, mi volt ez a tüzes cucc. Jesszus úristen! Oké, hát jön mindenki. Tehát azért írták azt például, hogy good luck. Kedves vagy. Ez nem mókás. Nem mókás, rohadtul nem mókás. Ez az effigy? Hát az, amivel ember lehetek.
Hú, azt a rohadt. Mi az előnye, hogy ember vagyok? Például max HP-m van. Most például nincs max HP-m. És amikor ember vagyok, akkor be tudnak engem invédelni, vagy én például igénybe vehetek más lelkeket. Valaki például itt harcolt ezzel a szeméttel. Kötélidegek miatt így nem tud rage-elni. Poison required the head. Sniper spot. Jesszus. Ugye ezt rohadtul be kéne húznunk. Szia, Raindrop, üdv mindenkinek, srácok. Nagyon jó. Tehát itt ez a trükk, hogy ide kell csalogatni. Jaj, nem, már jönnek is ketten. Igen, más is itt íjászkodik. A 135-ös a karakter. Kajak, nem tudtak ott feljönni? Hello? Na végre. Ez az. Szóval STR-es a karakterem, és ha eltalálom őket, akkor iszonyatosan fáj nekik. Itt lehet-e bárki? Szerintem biztos láttak idegesen, mert hogy fel tudom én húzni magam. Close range battle? Do it, praise the sun! Ez ennyi lett volna? Még van egy rész. Jaj, milyen színe? Hát nem tudok olvasni. Kék színű most a karakterem, mert hogy ilyen kovenantos területet csinálunk. Ez, aha, igen, látjátok, kék színű. Nolom, itt is az a feladat, hogy gyújtsuk be. Az a helyzet, hogy játékok miatt nem idegeskedek. Na, kíváncsi leszek majd a maira. Köszi. Innen is kijöttek valaki.
Na. Skacok. Ezt is átnéztük. Ja, nem is mond mást. Na, majd megnézem, majd megnézzük. Hát mondjuk valószínűleg holnap este. Vagy ma este, lehet, hogy már ma este is megnézzük. Nagyon vicces volt, mert legutóbb amikor nem volt itt Adri, és akartunk együtt nézni valami sorozatot vagy filmet Netflixen, akkor egyszerűen nem lehetett a Netflixes sorit streamálni Discordon, mert hogy fekete volt a képernyő. De hát nyilván rákerestem, hogy mi a megoldás erre, és hát van egyébként, hogy meg lehet oldani, hogy ne legyen fekete a Discord streames Netflix képernyő. Nem is tudom, azt hiszem, hát nem tudom, talán nem a Lockit, nem tudom, mit néztünk Netflixen. Na és akkor a másik dolog, amit néztünk, az a Shaded Woods. A Shaded Woods az lejjebb van, vagy följebb? Följebb van, mi? Jaj. Ide jövünk, és akkor ott szépen menni kell egy kört. Na, egyébként örülök, skacok, hogy tetszik nektek a giftelős hang. A Praise the Sub. Az itt a DS-ben igazán nagyot megy. Igen, azért jutott eszembe, hogy biztos nem a Lokit néztük, mert az nem Netflixes. Na, hello. Most különösen megéri. Mindig van az a pillanat, amikor igazán megéri Becky. Finally. Na, nyissad ki nekem, és akkor bemegyek, és megnyomjuk. Ez lesz most itt a Secret Boss. Tehát, hogy itt lesz a Secret Boss. Na, mit mondanak itt a fiúk? Try Bright Spot, Attacking Required Ahead, és Try Dark Spirit or Sadness Ahead. Például le lehet esni. Ajaj, félek már lovacskam itt linkeltben. Bakker. Hát igen, a ján, tehát sugyán beszél. Bad luck ahead. Mi ez a sok halál? Azt mondja, hogy a lyuk a gyengéje. Ott is van! Itt van max szint. Tehát el 999. Tippel nem kéne.
Szerintem nem nagyon van, mert iszonyatosan drága már szintezni. Torch ahead. Hole ahead. Nem azt akartam. Igen. Itt itt mindenkinek, skacok. Hát igen, nagyon csúnyán beszél a Jánter. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Báki, a kommunitásos támogatásodat. Méghozzá a 27-et. Köszi szépen, hogy ezzel George. George-nak hát a sokadik, de mindjárt megpuskázzuk, hogy hanyadik igazán. George-nak a 47. hónapját lehetővé tetted. Köszi szépen, Bucky. Srácok, peregjenek azok a bizonyos szvegek, mind George-nak, mind Bucky-nak egyaránt. Gyere ide! Igen, az ott egy 0 HP-s elemi. Bonfire Asket. Ja, hogy ezt adta? Oddból, what? Ebben a formában mit akar jelenteni az oddból? Jézusom! Ez rossz gomb. Kedvesnek tűnsz. Dühös. Dühös. Értem, ez mi lesz? Jaj. Ez jó. Nyomadnátok mindketten azt a lézert. Lézersó. Ez
Szevasz, madari. Jaj. Jött egy tesó. Hagyjál már! Hagyjuk már! Hagyjuk már! Jézusom! Jézusom, ez brutális! Brutális ez a boss. Tegnapi menni egy hamburger volt Adri ízeivel. Adri máfinjaival. Hát amúgy... Gondolom, mivel utolsó. Ezzel lehet azt mondani a játéknak. Ezzel lehet azt mondani a játéknak, hogy én ezt a srácok a Drangelitz Castle-ból szeretném folytatni. Köszi szépen a pergetéseket, srácok. Frantop, köszi szépen a 100-as sírt. Szeretlek kávjel kisebb, mint 3. Kisebb, mint 3. Szevasz, Tobi. Minden frankó. Tudta, hogy különleges vagyok. Sokkal nagyobb bennem a sötétség, mint hogy azt én gondoltam. Köszi szépen, feltap a 100-ast. Rezonáló lelkek. Istenem, akarok. Na hát nem tudom, hogy most mi lesz, hogy lesz. Hát, hogy most hova fog küldeni engem a játék. Shine your way. Shine your way. Szóval jaj, tegnap burgerezési volt. Muffinokkal. Jó. Oké, szemétjáték. Sárkány részen túl vagyok? Nem vagyok túl. Gonosz a játék, nem így látjátok? Jézusom, és effigy-t kell áldozni, hogy harcolhassak azzal a bosszal. Debrecen pizza, hát mondtam, hogy hamburgereztünk. De nem ilyen debreceni különlegességet. Srácok. Jaj, nem már. Okay. 50 kilós egy ilyen kardiurex, Jézusom.
Hát, burger volt, meg muffin, jajjá. Na de most amúgy, most akkor hogyan tovább? Minden három világítás ég, ilyenkor mi a feladat itt, skacok? Értem. Hát, hogy hogy lehet a bosshoz menni? Nem, nem, ez tényleg, ez egy valós kérdés, hogy most hogy lehet a bosshoz menni? Tehát, hogy mind a három területet kiklíreltem, és most, most milyenkor mi van? Az utolsónál, a végén, mikor leesel, akkor odavisz. Ó, értem. De az utolsónál csak akkor visz oda, hogyha már mindent kiklíreltem, nem? Ez tök szívás. Ez tök szívás. Már azért is, mert effigyt áldozol arra, hogy kinyisd az átjárót, aztán ott még úgy kell harcolnod, hogy ne nagyon sérülj meg. Ja, azt hiszem amúgy a Shaded Woods-osnál voltam utoljára. De hogy így, akkor nem lehet skippelni ezeket a részeket, amit most is próbálok csinálni, hanem ki kell clearálni, és hogyha kiklíráltam... akkor tudok bossra menni, hogyha jól értem. Elég az utolsót clearálni. Na, örülök, haver, örülök, hogy tetszett. Még az utolsót clearálni? Melyik az utolsó? Van ilyen, hogy utolsó? Vagy nekem utolsó esetleg? Shaded. Szia, Misi. Ja, örülök, hogy tetszett a tegnap is, kacok. Nagyon furák ezek a hangok itt. Ja, mágus néni. Nem, ő a véreztető néni. Szuper. És most, hogyha nyomok egy olyat, hogy... szoktak nézőkkel lenni siege-ezések. Akkor... na ha, tehát ez is például a bosshoz visz. Túl sokat nyeltem be.
ott van a srácok a leírás, onnan tudjátok, hogy mikor mi lesz. Nem nagyon kedves vagy, meg is halunk. Jézusom. Oké, akkor mindegy. Akkor mindegy. Az a gondom a Shaded Woods-ossal, hogy sokat kell szaladni. Nem tudom, ez most nincs kedvem. Ez szintén nincs kedvem. Majd később visszatérünk hozzá, már ha vissza lehet később térni hozzá. Rerár. Azok a feliratok ilyen segítségek? Hát azok a feliratok, amiket ott látok, az azt mutatja, hogy... hát, hogy így valaki leírt oda a földre játékosok közül, de hogy az nem feltétlen segítség, lehet, hogy például átverés. És lehet, hogy át akarnak verni. Árós a hétvégi Bloodborne-nál kíváncsi leszek rá. Így van, vagy felhasználó, vagy fejlesztő általod a pingált üzenet. Istenem, nem tudom az FG-met benyomni magamba, mert itt az üzenet, meg a sok hülyeség. Szóval, hogy általában ezek játékosok üzenetei. Én is tudok írni, hogyha akarok, persze. Message. Így kell összerakni. Try... jumping... Enter, és akkor már le is írta a földre. Egy idő után elévülnek ezek az üzenetek. Egy kicsit amúgy nem is kicsit iszonyatosan fáradtnak érzem magam, mert hogy így nem nagyon aludtam. Kis érdekesség a Dark Lurkáról, melyik rejti, hogy valójában micsoda, csak következtetések vannak, hogy esetleg a sárkányokhoz van köze. Mivel a Dragon Chime weapont lehet tőle megszerezni, annyit lehet még tudni, hogy neki nem sötét, hanem világos szúja van, azaz nem sötétségből ered, hanem valahogy oda került, de a sötétség nem tudta megszállni. Ó, és az a célja valószínűleg, hogy a sötétség terjedését akadályozza. Valószínűleg pont ezért kell a Darkos Covenant végén megölni, aha. Ezt érzem egyébként, srácok, hogy ez iszonyatosan vicces lesz, és nagyon hehe, meg XD lesz nektek. Érzem, hogy ez nagyon-nagyon jó lesz. Köszi amúgy, mert raket az infót. Mondjuk leszakadhatna a híd. Oké. Kukucs! Kukucs, srácok! Kukucs! Most sokkal kisebb azért. Már ha ez ugyanaz. Peace grants men the illusion of love.
Faszázs. Nem férne be ebbe a szobába eredeti méretében. Mondjuk ez igaz, kell. Ez igaz. Mi? Nem tudom, miről van szó. Rit Aldia. Ó, akkor az előző terület az övé volt. Mármint az előző előtti. Volt kisebb? Nem volt kisebb semmi. Most kisebb ez a karakter, mint amikor előtte találkoztunk vele. Amúgy ő Vendriknek a tesója. Menő. Értem. Most ez tényleg azt akarja, hogy integesse? Micsoda? Várjál, töltök egy kis HP-t. Te tudsz lejjebb is jönni? Ez nem tetszik neki, és nem is nagyon akar beszélni velünk. Vannak itt gesztúrák egyébként. Amikkel lehet próbálkozni. Lehet amúgy, hogy nem akar, mert hogy nem reagál semmire. Van ilyen. Hát ilyen fura póz. Fura hangokat hallok a háttérben. Na, akkor mondjuk azt kéne kipróbálni. Hát, hogy nincs is amúgy olyan gesztúrám, amire ő reagálna. Hát ez csodálatos volt. Van ilyen Nové, azt seréltük le. Van Welcome, Mock. Jó, a Welcome-ot ki kéne próbálni. Hát, akkor valószínűleg megtámad minket. De hát azért kipróbáljuk. Szia, Enci! Van Praise the Sun-unk. Hogy működ...
Itt amúgy jó logika van, hogy hogy működik ez a rész, igen. Lehet, hogy amúgy nem fog csinálni semmit, de azért megnézzük az összeset. Ez tetszik egyébként, ez az imót. Basszus! Nem mozdult. Na jól van. Remélem, hogy segbe támad. Átlátszó a ruhám, de ha szeretnéd, Enci, akkor mondhatod csupasznak is. Zsüzsment, zsüzsment felszerelés. Judgment, na. Mask of Judgment, tehát itt a vége fele van. Igen, igen, ez lesz az. Ez a fekete felszerelés. Így van. Na ez az a cucc, amit most szereztünk. Amúgy nagyon jól néz ki, bár én egy másik sapkát inkább tudnék elképzelni ehhez a sethez. Na hát ez mondjuk már mennyivel jobb. Na? Örülj neki, hogy mindig megleplek. Na jó, van, megyünk tovább, skacok. Jól van, köszi szépen, Liana, hogy itt voltál, szép napot, pás-pás. Ja, még kasza is kéne, igen, igen, az úgy adná. Ó, köszi szépen a 100-as csírt. Köszi a támogatásodat, és jó étvégét, hogyha már nem találkoznánk. Jó játszást, sziasztok! Hoppá, item öhet. Valami aszketikus volt, nem? Nem tetszenek, hogy itt a sárkányok nagyon nyomják a dolgot. Azért tologatom a falat, mert úgy lehet kinyitni. Mi a helyzet, Enci? Ezek a nagy lovagok, ezek mit tudnak? Pizzát eszeget, hoppácska. Tehát ezt az alatt, hogy mit tudnak? Úgy értem, hogy őket például hogy hívják meg, hogy ők mit keresnek ezen a részen. Ilyesmire gondoltam. Drake, Keeper, Knight-ok. Ők, akik itt vannak, vagy a nagyok. A nagyok, aha. Illúzió van előttünk. Nem bántanak a sárkányok? Ez egy jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, Enci.
beló kérdés, nem tudom, de én is azt hittem, hogy itt nagy sárkányos harcok lesznek. Mert kedvelnek, én vagyok a barátságos és közkedvelt Jántör. Ez a helyzet. Bad luck van előttünk. Jézusom, haló. Ez olyan, mint hogyha, nem is tudom, ott Aldrich, vagy nem tudom, hogy hívják azt a bosst, annak a területén lennék, nem? Érzem, hogy ez jó lesz, skacok. Ú, de jó a... Tehát lejjebb kell mennem, mert úgy érem el jobban. Az nem jó. Nagyon jó. Lejjebb. Na, az mondjuk nagyon nem jó. Az nagyon rossz. Lelki fájdalmat okozol, Enci, vagy miért? Hatalmas balos, ez ki is van maxolva. Nem tudnak mit csinálni. Igen, olyan Anor-Londóra gondolok, igen. Hello? Te itt lenni barát, ugye? Uha. I can't take this. nem láttam. Nem láttam még egyszer. Try jumping. Aha. Charmer. Head ahead. Be wary of boss. Friend and then boss. Jaj. Oké. Hát elfogyott a kenőm. A megkenőm. Úgyhogy kérünk ilyet. Véreztető szérumot. Ezt ráaplikáljuk a fegyverre. Na gyere, 1v1. 1v1 mi, brah? Ja, beszélni kell? Nagyon furán beszél. Ashen Mist Hert. Hát ez átverés volt. Akkor ő most a boss vagy nem boss, srácok? Komoly a kérdés. Opcionális boss? Á! Opcionális boss. És hogyha megölöm, akkor mit kapok? Vagy milyen hátrányom származhat abból? Erősen gondold meg... Ha megütöd, megtudod. Nem fog megtámadni, csak hogyha te megütöd. Aha. Nagyon szívós, aha. Mi ez, amit kaptam amúgy? Mármint, hogy... bocsánat, rosszul tettem fel a kérdést. Ez lesz az mi? Nem. Itt van.
Ó, ezek lesznek azok a memóriák, amikről beszéltetek, szerintem. Na jó. Szerintem ez egy nagyon jó bemutatkozás volt. Ne álljunk alá. Hát amúgy igen, csaló. Nagy büdös csaló. Hát repülő boss volt. Emilia? Nem kell lesz Emilia. Kezdésnek nem rossz. Remélem most már rám támadnak. Kedves vagy. Csak megtalált. Na, örülök, hogy tetszett, Kristóf. Királyság. Ők mikor támadnak rám egyébként? Kacok. Ha nagy nájtokat kikerül, de hát most kikerültem. Nem? Szóval, hogyha meglátom, hogy felszáll, akkor iszonyatos gyorsasággal el kell innen kotorni. Akkor támadnak rád mindannyian, ha az itteniek közül bármelyiket megötöd. Ó, okés. Gyáva se, de hát most gyáva vagyok, nem? Most nem éppen gyába vagyok. Okos vagyok? Igen, most undead lettem. Hagyjál már! A nagyok párbajra hívnak, de csak szobánként számolja. Legalább nem üldöznek.
A tűz elkap sajnos, az fáj. Amúgy a gyűrűt talán érdemes lenne fölvenni. Mikor akarsz felszállni? Ez is egy válasz. Értem. Marvel Boy nem olvasta a szabályzatot. Pedig a szabályzat olvasás az menő. Nagyon szívesen greedy lettem volna. Hú. Szerintem
130 ezer lélek. Jesus. Ez jó gáz volt? Hát azért mondom, mondom azt, Lovacska, hogy a legtöbb boss az gyengusz a DS-be, akikkel itt találkoztam. Kevés az a boss, ami így nagyon jó movesetekkel rendelkezik. A lore tekintetében fura lehet, hogy egy sárkánynak giant szója van. Az azért lehetséges itt, mert ezt a sárkányt Aldia mesterségesen csinálta az Ancient Dragonok mintájára, és ehhez egy giant szót használt fel. Oh. Ugye meg is nézzük egyébként. Ó, tényleg giant szót adott, nem is figyeltem, hogy miket ad. Ja, én a DS2-ről beszélek, Snake Ákos, szóval, hogy nem a DS3-ról, a DS2-be bénák a bossok, nem a 3-ba. Lesz a Sekiro? Hát, amúgy nagyon jó lenne. Azt tervezem, hogy a lehető legtöbb Souls-zal játszok még az Elden Ring megjelenése előtt. Na, most már mást beszél, most már nem azt mondja, hogy Seek, de akármi, meg mit tudom, micsoda. Most már másokról beszél. Üdvít mindenkinek, srácok! Szit volt az utolsó sárkány, Midir is egy korcs kb. Bonyolult a történet. Az a helyzet, hogy ez az ilyen teóriakraftolós, meg nagyon dolgoknak utána járós játék, hogyha nem mindent egy végigjátszásból, vagy egy félvégigjátszásból akarsz megtudni. Félvégigjátszás alatt azt értem, hogy végigjátszod a játékot, de hogy nem 100%-olod. Na, majd kíváncsi leszek a DLC-kre. Na, most, hogy egyébként őt megöltük, milyen hátrányba szenvedek? Tehát, hogy azt nem láttam, hogy írtátok volna, igazából csak azt írtátok, hogy iszonyatosan sok szult kapok. Meg közben keresek egy zsebkendőt, mert folyik az orrom. Pillanat. Micsoda? Komolyan bűnös lettem? Bűnös lettem, azt mondjátok? Nem tudom, most így hirtelen melyik az. Sin level? Nem írja, hogy bűnös lennék. Ancient Dragon töltük meg. Az, hogy undead vagy, számít valamit? Igen. Ha undead vagyok, akkor nem tud player beinvédelni. Ugye? Kivéve, hogyha Covenant-ba vagyok. Mármint PvP-s Covenant-ba vagyok, szerintem. És nincs max HP-m. Tehát látod, hogy a max HP... Tehát a HP bárom nincs teljesen kitöltve. Minden egyes halálnál egyre kisebb és kisebb lesz a HP bárom. 50%-ig megy le. És hogyha ember vagyok, akkor ez meg ugye nyilván max. A Giant Soul az biztos segítségemre lesz. Meg is nézem amúgy, hogy mennyire lesz a segítségünkre. Ez nem is az. Nem is tudtad, hogy van, de hogy nem, itt elég durva PvP-zések vannak. Ez nem az az irány, viszont... Húha. Ez az. Nem tudom melyikkel. Most mindegyik a From Software game-et végig nyomod? Nem, csak amik kimaradtak. Na jó, hát szerintem nem ide akartunk jönni.
A Bloodborne volt az első. Bloodborne volt az első, aztán DS1, majd végül a... Mortal Shell. Ha csak meg lesz... Á, most biztos nem lesz meg Vendrick. De azért megnézzük, hogy mi újság. Izé, Honvárd Bón a kezembe. Hogy tetszett? Iszonyatosan jó. Iszonyatosan jó a Bloodborne. Vissza lehet-e nézni valamit? Persze. Youtube-ban. Ez mondjuk ez. Ja, láttam, hogy jött ki DLC hozzá, meg is akarom majd nézni, és azt hiszem ingyen is ki lehetett próbálni. Ez nagyon vicces lesz, srácok. Na, 97! Odas! Hello! Szia, Vendrick! Szóval már nem 48, hanem 96-ot csapunk rá. Elképesztő. Ó, köszi szépen, Ánia, a playlistet. Jól van. Ó, neked is nagyon szépen köszönöm, vadafak. Szúl az, tehát hogy kettő szúl. Ja, nyilván meg lenne vekele, hogyha elég. Tehát, hogy még jobban türelmes. Tehát, hogy még ennél is türelmesebb lennék, de az a helyzet, hogy így is iszonyatosan sokáig tartana. Na. Skacok. Végig kell túrnunk az Aldiaz Keep-et, a Dragon Eyre-t és a Dragon Shine-t. És a Dragon Shine-t is. Mert... itt még vannak dolgok. Még vannak dolgok, amiket így le kéne csekkolnom. Mekkora ka... Hát igen. Nem tudom, hogy ennél... Akarok egyébként egy másik kardot. A fiúmnak a kardját. De hogy azt nem tudom, hogy lehet megszerezni. Igen, itt aszketikus bonfire-ök voltak. Judgment Set megvan, Twinkling Titanite megvan, Drake Keeper, ez Great Axe, ilyeneket írnak, hogy Drake Keeper's Great Axe, illetve Shieldjét is meg lehet szerezni. Mondtam már, hogy miért szeretem a játék hitboxát, mert hogy így nagyon jó, nagyon jó a hitboxa a játék. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de a Souls-like-ok hitboxa egyszerűen zseniális. Igen, DLC és a fiúmnak a kardja. De azt még nem néztem meg, hogy... Ez melyik DLC? De... Majd meglátjuk, srácok. Majd meglátjuk. Relatíve messze van ide, ahol vagy... Oh, shit. Komolyan a játék legvégén fogom... Majdnem, hogy a legvégén fogom megkapni. Ez tök szívás egyébként. Igen. Na és itt vannak területek, amiket így meg kéne néznem. DLC sorrendbe szeretnél? Azt elmondhatjátok, hogy mik a sorrendek már, mint hogy név alapján. Mert az egyébként segítene. Az segítene. Aha, tehát például oda is lehet menni.
Nem szeretitek a hitboxet a DS2-nek? Olyan sorrendben mész, amiben akar... Nem tudom, igazából én all boss rend szeretnék csinálni. Hogy mindegyik bosst megöljük, amit csak lehet. Ha van rá lehetőség, és ezért a sorrend nem biztos, hogy mindegy. Azért mondom, hogy ha tudtok, akkor ebbe segíthettek például. Az egyik legnagyobb kritika a DS2-ben nagyon vacak hitbox miatt érte. A többi mind nagyon jó, a DS3-ig kiemelkedően jó, a DS2 pont... Az helyzet, hogy az előző pillanat miatt mondtam azt, hogy mennyire jó a DS2 hitboxa, mert ott harcoltam, le volt hajolva a karakterem, és nem talált el az enemy. Amiatt tetszett egyébként nagyon. Jaj. Köszi szépen, srácok, a követéseiteket közben. A Sunken Kinget mondanád? Sunken az első oldalon, Knight a második, és Ivory King a harmadik, aha. Köszi szépen. Hát a farkasok azok durvák voltak, igen. Az egyben. Mi történik itt? Nem tudom, nekem tényleg semmi, mert hogy így nagyon élvezem a DS2-t, és nagyon eltántorított attól az a sok negatív visszhang, amit így hallottam, hogy nem jó a DS2, fúj szar, és amúgy tényleg tehát hogy az, hogy sokkal kevesebb, tehát hogy bünteti a HP-nkban is a halálokat, az nagyon rossz volt. Az ADP-re pakoltam. DS1-hez képest szar. Nem tudom. Én az DS1 után játszok most ezzel, mert tehát, hogy közben volt egy Mortal Shell is, de a Mortal Shell az, hogy ott van a csalás, hogy meg tudsz keményedni. Szerintem csalás. Szóval, hogy a Mortal Shell a legegyszerűbb Souls játék. A bosszokban csalódás, amúgy abban egyet tudok érteni, hogy a bosszokban csalódás a játék. Mert hogy nem a bosszokban nyújt kihívást. Oké. Okay. Ja, Fallen Order-eztem is, de a Fallen Order... Hát a Fallen Order az iszonyatosan durva volt nekem. Ne! Beszorultam. Nem tudom, valami nem mozgott a karakterem. Kicsi ez a plac. Basszus. Nem tudom. A Fallen Order... Fallen Order szép volt. Ezt tudom mondani a Fallen Order. A Fallen Order szép játék. Ok. Akkor okos lett. Na jó, hát végigfutunk. A DS3 az brutál jó lesz. A
Szerintem amúgy a Fallen Order egy nagyon jó nyitás volt egyébként a Star Wars univerzum mal a Souls-like játékok felé. Úgyhogy én annak örülök. Hogy akik így a Star Wars világot szeretik, szerették, azok így meg tudták kóstolni egy kicsit a Souls-like világot. Majd nem akar tovább jönni. Fallen Order-nek köze van a Souls-like-hoz, aha, aha. Tudod mit? Megkenem a pallosom. Hát nem tudom, nem tudom kiszámolni még az ütéseit. Pedig amúgy nincs sok HP-ja, csak hogy így nincs még meg a moveset. Skeptic Spice. Aha, aha. Jó. Nem is gondoltad volna elni, hogy a Fallen Order olyan? Ez Mimik? Nem Mimik. Dark Spirit, de hát komolyan. Hát figyelj, addig én ezt itt kilótalom. Third Dragon Ring. Nagyon jól sikerült a RPG. Szerintem egy jó nyitás a Souls világba. Vagy világ felé. Effigy. Az udors van előttünk. Hogy lesz? Petrified Egg. Something. Istenem. Petrified Something. Ráj, te látom amúgy, hogy mit akarsz játék, látom. Ott a haverunk. És amúgy ennyi ez a hely. Tehát, hogy meg is vagyunk. Jaja. Úgyhogy megyünk is haza. Hát a Squadrons, tényleg aki iszonyatosan Star Wars fan, annak és így nem akar belevágni a Souls-ba, mert hogy nem is érdekli a lore-ja meg ilyenek, mint a Dark Souls-ba, annak egy tök jó dolog a Fallen Order, hogy egy kicsit megismerteti ezzel a világgal, illetve a Squadrons is tök jó, mert hogy Star Wars-os körítésben ilyen űrhajós játék. De hogy az nem valami komplex játszik, hanem csak úgy élvezed, hogy repülőzhetsz. Nem meraket, még nem jártam ott. Még nem mentem vissza oda. Na, akkor szerintem mondhatjuk azt, srácok, hogy ezt a Dragon Shrine helyet ezt így imaxoltuk.
Hú, mert Pokémont mondasz amúgy, Szeviper, meg akarom nézni ezt a Pokémonos játszit, ami jön majd telóra. Azt a MOBA jellegűt, azt majd meg akarom nézni, kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Na, srácok, visszamegyünk itt, mert kíváncsi vagyok, hogy ezen a területen még mi van. Ez egy Tencent MOBA. Jaj, a Pokémonos MOBA. És az a helyzet, hogy nagyon jó témát választottak, mert hogy a Pokémonos MOBA-val nem is kell agyalni azon, hogy milyen karaktereket hozzanak be a játékba. Nem? És kacok. Jajjaj. Van itt valahol egy gyűrű, azt meg. Mármint, hogy nem ezen a területen, hanem még az előzőn. Ez a Third Dragon Ring. Az a neve. Ez az. Ó, ez amúgy elég király. Ad staminát, equiplódot, meg minden hülyeséget. Na nézzük, mennyi HP-n van most. Tehát úgy kell helyeznem a HP csíkomat. Haha. Hopp. Na. Igen, igen. És akkor így talán tudunk összehasonlítgatni dolgokat. Ha tehát ez ad HP-t, ad mindent. De nem annyit, mint a plusz 2-es Life Ring. Mondjuk szerintem ez érthető. No, köszi szépen nem úgy az infókat. Na, tényleg azt a játszit, azt meg akarom majd lesni Switch-ra. Bár nem tudom, hogy meddig él. Hát, nem tudom, legyen ez így. Igazából mondjuk erre most nincs szükségem. Várjál, növel HP-t, staminát, meg equiplódot. Amúgy ez rohadt jó. Rohadt jó. Nagyon, nagyon király. Jesszus, atya, úristen! Ja, hogy... Jajaj, az nem jó. Az nem jó. Az rohadtul nem jó. Tehát ezek olyanok, azért sárgák, mert tönkre teszik a ruhámat. Úristen. Jézusom, remélem még a gyűrű is tönkre ment. Ó, nem. Erakát, köszi szépen a támogatásodat. Vidig Meron. Köztünk, mint... Igen, nem mondjuk csomó mindent meg eltart, úgyhogy ezt meg kell javítani. Mint feliratkozott vadász. Srácok, peregjenek azok a bizonyos szvegek. Ez nagy szemétség volt. Ez nagyon nagy szemétség volt, srácok. Tönkretette a felszerelésemet. Nekiméljétek a csetet. A szvegéitekkel.
Nem is gondoltam amúgy, hogy ők azért félnenek, mert hogy ők tönkreteszik a cuccaimat. Tehát nem értettem, hogy a robbanás az így miért van rajtam. Itt egy csomóan meghalnak. Úgyhogy erre megyünk. Ó, ez biztos jó lesz. Biztos jó lesz. Na. Tehát a kezdő helyen vagyok. Följövök. Egy Bonfire Asketic lesz. És egy radiáns gem. És ez kell nekem? Hát, ha akarok Flame Quartz Ring 2-t, meg Dark Knight Stone, meg Crystal Lizardot. Nem tudom, azt nézem, srácok, hogy ezen a helyem Ring of Evil-like plusz egyes is van. Tehát például azt védte az előbb a sárkány. Szükségem van nekem ezekre? Nem is biztos, hogy szükségem van ezekre. Mit mondtok, skacok, amúgy? Érdemes ezt fölfedezni? Hát Ring of Evil álljam az már van. Szia, vizes ninjonkovás. Láttam a kedves szavaidat amúgy. Láttam. Szóval ezt a Pokémon Legends Arceus-t ezt így nem vágom szemében. Igen, csak az Evil Eye az már megvan, be kellett. Tehát van egy Ring of Evil Eye plusz egyes ezen a területen. Egy Bolt Stone van, Crystal Lizard, Soul of a Brave Warrior, Crystal Lizard, Dark Knight Stone, Crystal Lizard, Twinkling Titanite, Radiance Gem, Asketic, Twinkling Titanite, Petrified Dragonbone, Dragon Charm, még több Soul, Fire Drake Stone, Faroslock Stone, még több Soul. Nem. Nem nagyon tud olyat mutatni a játék, ami így jobban érdekel. Talán egyébként, hogyha átcsusszannék, akkor az jó lehet, nem? És oda a csusszanás az úgy ment, hogy onnan. Oké, és azt meg létrával. Szóval így, nem tudom, ez a hely jó, nem annyira tűnik izgalmasnak, csak abból a szempontból, hogy tönkre tudják tenni a felszerelésemet. Nézd meg, mi kell a Fume fejlesztéséhez, a Twinkling Titanite az kell, hát azt mondod? Mindjárt megnézzük, hogy abból mennyi van. 21. Megnézzük amúgy. Fume Ultra Great Sword DS2. Plusz 5-ig kell húzni. Igen, Ornifex váltja ki. Na hát én ebben null vagyok, meg gőzöm sincs. Azt mondja, hogy Petrified Dragonbone-nal lehet fejleszteni. Van 16. Ja, és hát világos, hogy a fegyverfejlesztés miatt érdemes lenne. Nem tudom egyébként, hogy mennyibe kerül így lépcsőnként a fejlesztés, de amúgy a Petrified Dragonbone az, ami innen kell. Azt mondtam egyébként, hogy itt van. Petrified Dragonbone, hát ez pont ott van. Ujjjj. Petrified Dragonbone az pont ott van. Ahol mentem és tönkretették a cuccaimat. Nagyon jól hangzik a szeviper, amit mondasz. Az is egyébként tök durva, hogy ezt az egész részt így skippelni lehet, hogyha akarja az ember.
Na és itt vannak azok a cuccok, amiket érdemes lenne felszedni. Hát ezt gyorsan elszkippáltam, hogy itt mi van. Szerintem amúgy a sárkány védi. De a sari az védi azt a cuccot. Nagyon morcosnak tűnik. És mekkora átcsapott a farkában. Oké, és... Petrified Dragon Bone és Twinkling Titanite zsír. És ami itt volt, az a Ring of Evil Eye. Tehát a Ring of Evil Eye-t védte, és a Petrified Dragon Bomb volt az, amit így adott. Ó. Na jó, szerintem ez nem volt... Szép munka, te szörnyeteg, azt mondja! Lightning a weakness, Dark Spirit ahead. Ez olyan hangja volt itt valaminek, mint hogyha itt lenne nekünk egy... Bonfire-ünk. Na, az mondjuk nem jó. Plunging attack. Jó. Itt szerintem a játék azt akarja, hogy menjünk haza. Igen, igen, igen. És még... Hát amit még itt össze lehetne szedni, az egy Soul... Jó, és itt még van egy Petrified Dragon Bone-unk. Az a helyzet, hogy innen hova megy az ember, értitek? Tehát, hogy ez itt ennyi. Tehát, ha leugrottál, akkor így jártál. Kedves hely. Kedves hely. Sword and Shield is például érdekelne, Szeviper, hogy milyen. Na jó, tehát akkor megyünk megint föl. A szólokat nem szedjük föl, mert az nem érdekel. Ha érdekelnének a szólok, akkor összeszedném például a halálom után is. Az a helyzet, hogy 135-ös szinttel, tudom, hogy még nyilván lehetne feljebb menni, nem is tudom, hogy most hanyas szinten vagyunk, 140-es szint. 140-es szinttel iszonyatosan jók vagyunk ebbe a játékba. Legalábbis a sima New Game-nél, tehát a New Game jelenti azt, hogy amikor az első végigjátszásom, tehát az első végigjátszásomnál a 140-es szint, ez brutálisan jó. Az aldiás szel meg nem lett még megcsinálva. Nem lett, még nem tartunk ott. Ilyenekkel nem foglalkoztam még. Azt hittem amúgy 99. Majd 999.
Aldiával itt beszéltem egyébként, egy fanboy. Miről akart velem beszélni, mert megmondom őszintén, csak nyomogatta a gombokat. Ó! Ó, Petrified Dragon Bone. És azt nézem, hogy... ha ide elfutok... akkor itt vannak ilyen barátok. Ja, meg fölkeltettem a sárkányt. Ne! Ezt mindig szeretem a játékban. Megnéztem, 838 a max level, akkor minden stat 99-en van. Ja, mondjuk ez tényleg jogos, mindent kimaxolni. Ez nagy kedvenc a játékban, hogy állunk a fal mögött, azt kapjuk. Elnyomunk egy humanit, nem mondom, egy humanitást. Na, egyébként Aldia egyébként mikről beszélgetett eddig, mert annyira nem figyeltem, srácok, hogy ő mit próbál elmondani nekünk, de ilyen nagyon nagy döntésekről próbált papolni. Ja, én is úgy tudom, hogy 50 mindennél a health cap. Mind, hogy legalábbis majdnem mindennél. Szóval ez szivacs lesz. Ott van fönt, akitől leestem, akire figyelni kéne. Ugye Redex? Aldia arról beszél általában, hogy hogyan döntünk, folytatjuk-e az Age of Fire-t, vagy sem, linkeljük-e a Fire-t, vagy sem, olyankor beszél magáról, olykor beszél magáról, meg a DLC-kről is. Aha, igen, erre próbáltam, hogy ilyen White, meg Black, meg ilyen dolgokról beszélt. Ilyen komolyabb döntésekről. Mágikus kavics. Clerics Pharma. Hát te most már nem fog itt szivatni menet közben. Ó, itt is van Petrified Dragon Bone. Köszi egyébként Merakát. Az infót. Itt is van Crystal Lizard. Ha és ott lehetne tovább menni először a sárkány, akkor megvajazzuk a pengét. Nem, DLC területen még nem jártam egyet. Mármint, hogy jártam, azt vissza is jöttem, mert hogy DLC terület.
Ezután a terület után már nyugodtan mehetek DLC-zni, azt mondjátok? A izével próbálkoztam. A Secret Boss-szal, de nagyon erősnek érzem. Tudom, nem nagyon leszek már erősebb, szóval ügyesebbnek kell lennem, nem erősnek. Úgyhogy... Hát... Ilyen memória hozzáférésekre gondoltam. Ha értitek, mire gondolok. Oh, hello! Ne. Levágtad a láb... A Vendriket agyon verheted a DLC-k előtt, azt mondjuk nem árt Lord tekintetében. Tehát akkor inkább a memória vadászat, mint a DLC-k? Mármint, hogy Giant Soul vadászat, mármint, hogy... Nem tudom, melyik sorrend. Kettő darab Giant Soul-om van. Az iszonyatosan kevés, megnéztem. 96-ot sebzek, szóval, hogy igen. Igazából mindegy, aha. Hát, csak hogy így, úgymond ilyen all boss-rán tudjak csinálni, az azért kérdezgettem, és kacok ezeket a dolgokat. Giant Soul plusz Vendrick, utána DLC-k, aha. Azt mondja, hogy Danger Zone 5 Giant Soul már jó lenne. Mennyit lehet a maximum összeszedni, srácok? Jaj, értem, miért Danger Zone. Ha 5-öt lehet összeszedni. Aha. Akkor még 3-at jó lenne összeszedni. Amennyi a védelme és... Amennyivel a védelme és a sebzése egyszeresre esik vissza, aha. Mert mondta valaki azt is, hogy nem tudom, 4 is már elég. Ja, ez így van, Snake Ákos, ez így van. Ez így van, ez abszolút így van. Szintlépés... Szintlépés megpusztak, persze. Ez abszolút így van. Jézusom. Ez nem jó. A sárkányt nem szokták megölni, aha. És az első az nekem mi lehetett, hiszen azt mondtátok ahhoz, hogy hozzáférjek ilyen dolgokhoz, ilyen Giant Soulokhoz, ahhoz egyébként beszélnem kell először a sárkánnyal, akit megöltem. És nekem már előtte volt egyébként... Volt egyébként egy Giant Soul-om. Az első, a kettő nagy óriása a Black Gulch-ban van, amihez nem kell az SMS-t. Ó, aha. Azt nézem, hogy oda kb. Csak úgy lehet menni, hogyha itt levágom a kötelet, vagy hogyha onnan odaugrok, nem? Aztán, hogy ott a reward a kis lélek. Ja. Ha minden igaz, akkor a Forest of... nem is tudom milyen... Fallen Giant, vagy mit tudtam én. Aha. Hát ezeket a lizárdokat most hagyjuk elmenni. Ha ott is van egy. Azt mondta a csávó, hogy ambush van. Forest of Fallen Giants, röviden 160. Ó, az jó hely. Hát oda biztos nem megyünk.
Jaj, hello, hát te vagy az itt. Aha, fönt. Fönt. Ó, Petrified Dragonbone és Large Titanite Shard. Nagyon jók vagyunk, srácok. 20 Petrified Dragonbone. És itt még lesz, hogyha kell, mert hogy nem öltünk meg a izéket, úgyhogy szerintem itt még lesz ilyesmi. Ja, igazából nincs azzal gond, hogy valaki kihívást keres. Én is néztem, hogy hívják, streamereket, no-hitrans streamereket, de én nem azt az utat akarom járni. Hogy rám taposod. Tapos meg, te állat! Ezt az elemit Flame Quartz Ring, szóval, hogy ő adta. Szóval ezt a fajta elemit, szóval ugye a legkönnyebb egyébként megölni, ezt a sárkányt, hogy nem lokkoljuk rá a kamerát. No Death Run-t nyomtál? Mondjuk az is azért nagyon, nagyon király. Hát valószínűleg amúgy nem hasznos ellenük a tűz. Bár ez azt hiszem vér, nem? Ez azt hiszem vérsebzés. Vagy tűz? Danger Zone. Ezért Danger Zone, mert szétszedi a cuccaimat. Aszketikus. Legalábbis gondolom én. Igen, igen. Szépen mennek tönkre a cuccaim. Hát arra nem megyünk. Azt ott nem oldjuk fel. Hát akkor ugrunk. Na? Nem? Akkor csak olyan volt? Olyan volt, mintha... Hát nem tudom. Olyan, mintha tönkretenni ez a lötyi a felszerelésemet. Legyek óvatos a Dark Spirit-tel. Ahogy látom, más nem akar ide jönni. Ferenc, Saron Ferenc, remélem mágus. Ferenc, te örülsz, hogyha megkenem? Jó, a botod. Értem. Mit szólsz ahhoz, Ferenc, hogyha én most elmegyek narancslevet inni itt? Jó lesz? Aztán mondhatjuk egymásnak, hogy git good. Ferenc, amúgy veled már harcoltam korábban. De hogy nem. Biztos, hogy nem, Ferenc. Ferenc elég combos volt. Na és mit ad Ferenc? Effigy-t.
Hát, mint mindenki más. Jaj, Ferenc! Azt mondja, hogy itt visszamegyek. Oda jutok, ahol kifutottak azok a kis felszerelés rombolók. És ez azért jó, mert amúgy már végeztem is. De amit még lehetne itt csinálni, az az, hogy a kristál lizárdokat szétcsapom ott, ahol a Flame Quartz Ring 2-t megkaptuk. De amúgy így megvagyunk. Tehát, hogy megvagyunk. Ne figyelj, Snake, akkor én el tudom fogadni. Tehát, hogy tudtam, hogy van létjogosultsága a kihíváskeresőknek, én is szeretek kihívást keresni játékokba. Hanyadik DS stream? 17, 18. Valahogy úgy állunk. Sziasztok, a karcoló. Vadap, azt mondja, vadap. Aha, ez bleeding-es szérum. Oj. Még amúgy kéne tőle venni tört is. Oj. Amúgy tökre érdekelne, srácok, hogy megelőztük-e már a DS2-es óráimat, mert a DS3-as óráimat, de DS2-vel. Na, Dark Souls 3, 140 óra. Ja, azt hittem az én voltam, hogy Complete All Achievement, de az Noxter. Én nem tudom, hogy állok ezzel, nem is írja az achievementjeimet. Nem tudom, ezt hol lehet most így hirtelen megnézni, de hogy 140,9 óránál jár. Na, hát csak betöltötte. Itt vannak az achievementek. 74% az achievementeknek megvan. És ez a durva, hogy a Dark Souls Prepare to Die verzióval játszottam 21 órát, és a remasterdel történt meg a végi játszása a játéknak. És hát igen, a DS3 a brutál sok órát öltem. De még egyik játék se hozta be a DS3-at nálam. DS3-ba öltem a legtöbb időt. Na, tehát megyünk Forest of Fallen Giants. Úgyhogy lehet, hogy nem is gondoltátok volna, hogy ennyire szeretem a DS-t. Alig várom a DS3-at, én azt játszottam elsőnek, mert láttam, hogy VIP-s titolja, és nekem is rengeteg órám van benne. Nekem az úgy volt, hogy játszottam a Mad Max-el, és pont akkor este jelent meg a DS3, és csapattam. Nyomtam, úgyhogy ez egy nagyon jó élmény volt DS3-azni, iszonyatosan jó volt. Még így a megjelenés napján kezdtem el a játékot. Nem, az a helyzet a legtöbb dologba csak belekóstoltam egy fanból. Memory of Jaegh. Micsoda? Try Magic. Mit mond? Dash required ahead. Ó.
Destroy ahead. Hát ez nem csinál nekem semmit. De itt mint hogyha láttam volna ilyen HP-t. Ez ismerős terület. Itt is volt egy memory. Itt is volt egy memory. Ez egy giant amúgy? Ez az utolsó memory? Hát akkor nagyon jó sorrendben nyomom. Szóval akkor ez egy giant, aha. Aszketikus bonfire. Jézusom, ott van valami a végén. Valami fej is leesett. Haló? Köszi. Jaj. Jézusom, hát ott valami királyságos. Jézus. Giant Lord. Értem. Giant Kingship és Giant Lord Soul. Oh. Try... Na, igen, Bathol. A Batholok. Azokat nagyon szeretik itt, srácok. Várunk még egy tüzet, azt megyünk. Jaj, csúnyán kaptaskacok. Hurrá for victory. Na, mindjárt olvasom amúgy, hogy miket írtatok. Money bags. Head. Miért eres a kezük, srácok? Miért lila eres a kezük? Ez ennyi? What? Ez hogy? Hát itt én csak olvastam. Én csak itt olvasni akartam az üzenetet, azt itt volt egy izé, Soul of Giant, az hogy? Hogy lett nekem szólom? Na. Ez időre megy? Ó. Oh. És jó időben voltam amúgy? Nem tudtad megölni Undex Gandért. Érdekesség itt a végén található a Giant Lord, ugyanaz mint a legelső boss. Itt a múltban mész ugye vissza. A Drangelic vs. Giant háborúba. Itt találod meg a Giant Lordot. Ezért olyan ideges az első boss az animációba. Ó. Aha.
Ez nem a kezük. Na, tehát akkor most már, ha ide jövök, akkor most már 3 Soul of Giant-em van. Nagyon jó. Melyik az első srácok, ami ott van, ahol kezdtünk? A hülyeséget kérdeztem. Tehát, hogy... ahol kezdődött ez a memory... ott van egy ilyen... van egy ilyen szobor, ahol harcolok a pursó állóval. És ez a kérdésem, hogy az melyik memória a három közül, mert azt hiszem 3 van. Mert hogy melyik az első, igazából erre vonatkozik a kérdésem. Na, őt már annyiszor megöltük, hogy már nem is spónol ide. Na, tehát van egy olyanunk, hogy... pursuáló, és a pursuáló az arra kell menni. Fene se tudja 100%-alni ezeket, nem fogod már amúgy se. Ja, mert már szóltam a sorrendet, azért nem lenne így menő. A csapdába ejtettek. Most így hirtelen... ja, most látom, mennyi szólom van. Mazsolába el kellett volna költeni. A gázon, srácok! Gázon, akkor... nem a sorrend, hanem a csók. Mindjárt olvasom. Szia, Dominik! Ha PayPal gombra nyomsz lent a támogatási lehetőségeknél, akkor tudsz beszállni a kamerás upgrade-be. Dominik. És köszi szépen egyébként a... köszi szépen. Rendes tőled. Na ide, hogy lehet azt mondani, hogy én megcsináltam? Aha. Ez bénán néz ki, szóval így lesz. És az lesz, hogy I did it. Ennyi. Ennyi. Végül is odaírtuk. Ott van. Nem a sorrend miatt, van egy csóka, akit ha hívtál volna segíteni, akkor a memoryba odaadta volna a Moonlight Greatswordot, de lehet, hogy rosszul emlékszem, mivel eleve nem hív segítségeket a bosszokhoz, ez a dolog eleve elcsúszott. A tényleg, Bernardot itt lehetett volna hívni? Nem már, basszus! A fene vinnél, srácok! Nem lehet még egyszer megcsinálni? Ó, azt a Moonlight Greatswordot, azt szívesen megszereztem volna. Francba. Igen, pont így az üzenetekről eszembe is jutott, hogy kéne valamit itt hagyni. Hát, rippentyű. Na jó, akkor ez melyik memória lesz? Azt valaki esetleg vágja? Hogy itt lehet valami dolgot szerezni? Ékasztal azt mondom, hogy hamisítvány lett volna? Nem. Az a kérdésem, srácok, ha ide bemegyek, valószínűleg ez is időre fog menni. Itt lehet-e valamit szerezni idézéssel? Minden memory... azt vágom, hogy van Giant Soul, hanem plusz reward, mint például itt a Moonlight Sword lett volna. Idézéssel, nem csak a legvégsőbe? Komolyan? Na hát, ez szuper. Így már nem. Így már nem, jó. A fene vinni el. Szeredet itt meg lehet szerezni? Jókés. Impossible. Oh, see a trap. Just remember. A
látni. Azt nem mondjátok, hogy csak úgy lehet megszerezni a Moonlight Swordot, hogyha megölöm most a csávót? Ne szívassatok, komolyan. Ez az egyetlen lehetőségem van. Most már igen. Na hát ez szuper. És ha megölöm, akkor mit nem fog tudni csinálni a játékban? Tehát, hogy valamibe büntet a játék, ha most megölöm? Talán szint kapsz, mert a questje nem sikerült volna. De mivel a boss lecsaptad, is úgy is féld, aha. A szemétje ad egy barackot. Ó. Ez jól hangzik. Friend. Jó. Hát jól van. Hát ez sajnálom, skacok. Sajnálom. Meg lehetett volna a Moonlight Sword, illetve annak a hamisítványa. Na csá. Nagyon dühös. Hogy merészeled, azt mondja. Én mindig maradsz HP-d? Az eredeti azt hiszem... Ja, hogy ez a Blue Moon, tényleg ezt mondtátok, hogy Blue Moon. Mit mondtak itt? Impossible, try left and then right. Oké, és... Köszi szépen, Mateo! Uha. Haló? Oké. Okay. 9000 szól van ott. 90.000 szól. Igen, nokosak lettünk, skacok. Köszi szépen amúgy, Mateo. Meg kell néznünk majd ezt a fegyót. Hát elég csúnyán kaptam. Na, amúgy itt van Blue Moon. És ez... tehát, hogy... szebb lesz a Moonlight? Az a kérdésem, srácok. Vagy mi betér el a kettő fegyó? Bloodborne-ban is van másolata a Moonlight Swordnak. Más a modell, aha. Ekkora kardom van, ugye? Egy hosszabb és karcsúbb, aha.
Köszi, köszi. Jobban világít, akkor az kell. Moonlight az egyik kard, ami benne van a DS1-be, a 2-be és a 3-be is. Nem bántjuk őket, akik itt ki akarják vágni ezt a... ...izét. Az emlékét, vagy mi. A testét. Memory of Oreo? Az Oreo emlékére csináljuk ezt az egészet? A kloffoló leesett most. Uha. Benne van egy a gépezetben. Miért vagy ilyen combos? Nagyon combos. Potyognak le. Na, mindjárt olvasom se. Jézusom! Oké. Oké, hát nem tudom mit, szerintem nem kéne. Treasure, meg dashing. Vagy micsoda? Treasure, meg dashing. Hát ez a dashing maximum izével. Ticás gyűrűvel. Nem tudom, higgyünk-e itt a... az álnok... íróknak. Szerintem ezt csúnyán kapni fogom. Meg amúgy ez nem dashing, tehát hogy most nem dasheltem. Nagyon ügyesen leugrottam, de hogy ez sehol nem dashelés. Na vajon merre kell menni? Ja! Ja, értem. Oké. Halló? 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 És amúgy most hogy lesz véges, kacok? Hogy lesz ennek vége? Halló? Hogy lesz vége ennek, srácok? Hogy lehet kimenni innen? Véget élnek maguktól, amint lejár az idő. Aha. Hát legyen úgy.
The Ashen Mist has hinned. Az volt lót. És ott is van lót. Az micsoda? Az milyen csalás? Persze a Giant Sword az se. Jól van. És meddig, addig lehet visszamenni, ameddig még tudok lootolni innen? Skacok. Azt kérem szépen, Profi Parker. Repülő. Repülő konkrétan. Azt meg akarom nézni, hogy hagytunk-e ott például valamit. Soul of a Giant. Nagy lányzsa. Az mondjuk ott maradt a nagy lányzsa. Valami steel set. Steel setet is szereztünk. Ó, oh, hogy ez az. Ez mondjuk H belé, steel. Pillanatskacok, gyorsan lemutatom a setet, amit szereztünk. Le kell engedni a platformot, és úgy lehet oda menni. Ó. Elvileg, amíg bent van a szól, azt tartja életbe elvileg a fát, aha. Így nézünk, kis kacok. Menő ez a set. Menő ez a set, és amúgy megszereztük a sárkányfogat is. Tudná szerintetek már viselni ezt az armort? 80%. Meddig tudunk lejjebb menni? 73. Ah, nagyon úgy néz ki, hogy ezt már simán tudnám hordani. 70. Jó, amúgy felveszem azt a gyűrűt, és jó lesz. Hát nem tudom. Nézzük csak. Ja, már jó is. Miért nem jó neked, Mr. Matt, hogyha úgy játszom a játékot, ahogy én akarom? Ezt sose tudom megérteni nekik. Srácok, hogy miért nem jó nektek az, ahogy én játszom a játékot? Hogyha nem tetszik, akkor az a helyzet, hogy rengeteg sokan játsszák még rajtam kívül végig a DS2-t. Sárkánynál felvettem azt a gyűrűt. Már ha erre gondolsz. Ja, igen, a dagadt akarok lenni gyűrűt felvettem. Már jó is amúgy így. Ja, ott is van 100 000. Bizony. Nem tetszik amúgy, hogy így csörög ez a set. Forlorn. Azt Forlorn mit akar? Forlorn hogy beinvédelt? Meg honnan jön? Hol vár egyáltalán? Nem tudom, én inkább ölök minden boss, mint hogy... Ok. Oké. Nagyon kedves vagy. Már egy kicsit? Jó, köszi. Na.
Nyugi már! Have returned. Ez így nem lesz jó. De hova üt a karakterem? Szia, Andi! Csak elkapta a pallos. Nem tudom, most megtanult játszani amúgy? Na, hát eddig hogyhogy nem tudtál levegőt venni, Andi. Rini bácsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszi szépen Rini bácsi. Beregjenek azok a bizonyos szögek. Szevasz, alvasz! Én úgy emlékszem, ha felveszed a Giant Soul-t a memoriba, van egy óriás fekvő olaj, ami elé, ha odaállsz, kijössz a memoriból. Aha. Mert az előbb nem írtak ki, hogy lejárt volna az idő, mert nem az a legutolsónál, hanem az az előttnél. Köszi szépen Rini bácsi a második hónapodat, és köszi szépen, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Mert csak én maradtam le, de ma hosszabb stream lesz? Ja nem lesz hosszabb stream, srácok. Nem lesz hosszabb stream. Mindjárt vége. Mindjárt vége. Egyébként szerintem nagyon szép hogy is mondjam, sokkal élvezhetőbb, sokkal ehetőbb, ha céltudatos vagyok, mint hogy sem azt nézitek, hogy bolyongok. Persze mindegyiknek egyébként megvan a maga szépsége. Streamben én nem akarom azt mutatni nektek, hogy bolyongok egy 6 éves játékba. Szia, Aquila! Üdv mindenkinek, kis kacok! Na! Milyen szintre jutottunk? 145-ös szint. Lehet a szót, ha felvetted, még egyszer rá kell bökni a hullára. Lehet egyébként. Na, örülök akkor, hogy neked is bejött a történet. Örülök. Nem tudom, hol a következő memória. De is tipikusan az a játékos, hogy aki nem eszik, de eszek szólt egyébként, csak most nem tudom, hogy mennyi az, amit így össze tudnék hozni, szóval nem tudom, hogy például szintet tudnék lépni a szújaimból. Daredevil. Üdv mindenkinek, srácok. Szóval nem tudom, mi az a terület, Forestben mi mindig? Igen. Oké, és... Forestbe. Aha. Jó. Menjünk még oda el. Nem. Majd legközelebb, srácok. Kettő forest eset már megnéztünk. És még van egy.
Akkor ez van az összes ilyen memory gun? Én egyszer végignyomtam szólevés nélkül a játékot, a végére kb. 10-14 szintet tudtam lépni, az mondjuk nem sok. Nem tudom, én jól haladtam volna szólevés nélkül is, mert hogy azt hiszem eddig egyszer vagy talán kétszer ettem szólakat. A pókoknál van. Huh. Hm. Jó. Nem baj, skacok. Nem baj. Ja, a boss lelkeket nem ettem. Én a boss lelkekből akarok mindent is kiváltani. Mindent is. Na, jó hír, srácok, hogy legközelebbre meg lesz már az ötödik Giant Soul, és akkor neki tudunk menni Vendriknek, mert a fight. Harcoltunk most a Giant Lorddal? Giant Lorddal harcoltunk, meg megöltük a sárkányt, az Ancient Dragon-t, azt hiszem az volt a neve. És nagyjából a mai streamben ennyi történt. Még van terület, amit jó lenne átnézem, hát a legutóbbi stream területét még nem néztük át. De azt már legalább el tudom mondani, hogy a Dragon Shrine, illetve a Dragon Eyrie, az így át van nézve. Felkutattuk, átnéztünk mindent. Lizárdok maradtak még ott. Úgyhogy talán a lizárdok miatt lenne érdemes visszamenni. Az IDS Keep-be a Ritual Site az így abszolút nem lett átnézve. És... hát ennyi. Amit sajnálok az az, hogy nem szereztük meg a Moonlight Sword kópiát, hogy nem lett meg az a küldetésünk Jugóval, pedig a Jugós küldiket amúgy csináltam. Rippentyű. Rippentyű, Lukács Tellér már nincs itt. Erre lettem volna kíváncsi, hogy mi újság Lukács Tellérrel, de hát ő már nincs itt, úgyhogy nem tudom, hogy majd hol lesz. Na mindegy, srácok! Összefoglaltam, hogy mi volt, hogy mi lesz, és ami lesz, az majd jövő héten. Az majd jövő héten folytatódik. Úgyhogy remélem, hogy élveztétek a DS-ezését. Agyaltam rajta, hogy Humankind legyen, viszont nem készültem arra, úgyhogy meg hát minden héten legalább egyszer kéne haladni a Dark Souls-ra, és az lenne a legkirályabb, ha minden héten legalább háromszor tudnék haladni, viszont ez a hét most egy kicsit rövidebb, úgyhogy ez most így alakult, skacok. Azért beletettünk most is hát olyan 2,5-3 órát a progresszbe, és iszonyatosan jól állunk a szinteket illetően, tehát, hogy ha a szinteket nézzük, pöpec. Nagyon pöpec a karakterünk. Úgyhogy rámegyünk Vendrikre, már hogyha ő kell egyébként az All Boss Run-hoz, meg haladunk tovább. Nem tudom, hogy mi lesz majd a memóriák összegyűjtése után, de lassan az alapjáték véget ér. Juhé! Tök szuper. Hát ennyi idő után csak elérjük ezt is. Lajos, őt úgy hívják, hogy Lajos. Őt meg Lajos a nagy, őt pedig sehogy. Vele teszteltem a játékot. Lajos a nagy egyébként ő volt az, akivel a PUBG megjelenése előtt elkezdtem játszani. Mert az volt a terv, hogy a DS3, DS2, DS1, így megyek végig. Hát amúgy a DS3 az csalva lett, mert hogy kóba játszottam. Úgyhogy azt azért nem is számolom végigjátszottnak. De a DS2 után a 3-at fogjuk majd nyomni. Így a szózok közül. Úgyhogy röviden, tömören ennyi lett volna a DS így a mai napra.